Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Subnautica 11. epizódja. Az előző részben meglátogattuk az Aurórát, és egy gyönyörű szép bággal léptem ki a játékból, miszerint előttem volt az üres iPod, és én semmit nem láttam rajta. Ami azért történt, mert beléptem ebbe a bioreaktorba, most látjátok, rendbe állt a történet, úgyhogy ebben gondunk már nem lesz. Hát előfordul, volt már ennél csúnyább is, például a textúra alá esős történetem. Megszereztük ugye a... Na, fákja mennyi, nem? Megszereztük ugye a fejlesztéseket a Cyclopshoz és a Seamathhoz is. Viszont fejleszteni nem tudjuk, mert nem rendelkezünk alumínium oxid kristállyal, úgyhogy ez lesz a következő célkitűzésünk. És ha jól emlékszem, akkor a legutóbb a nagy zátony környékén találkoztam vele. Az pedig ott van, ahol a levegősziget, csak alatta. Azon a nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon barátságtalan környezetbe. Úgyhogy miért is nem mennék oda? Vegyük arra az irányt. Fölfegyverkeztünk, minden nálunk van, amivel lehetségesen megvédhetjük magunkat. Hát Reaper ellen nem, de ez egy másik történet. Úgyhogy induljunk is. Úgy látszik a Vortex torpedónak mégiscsak volt egy kis értelme, ugyanis azóta nem úsznak olyan magasan ezek a kazapodok. És már csak kettő van négy helyett. És nem tudom, miért szaggatunk. Úgyhogy megérte ellőni azokat. És vegyük az irányt a nagy céget felé. Hopp. Megnézzük, merre van az Aurora, onnan mindig be tudjuk magunkat tájolni. Feltéve a látom egyáltalán nem megvan, úgy, és akkor tőle jobbra, arra megyünk. Megpróbálok valamennyire a fenékhez közel maradni, mert így legalább azt észre fogom venni, hogy mi az a távolság, aminél már rendesen zuhan a mélység, és amelyre már nem fog tudni menni. Igazából a Wiki azt írja, a Wikipédia, hogy nagyobb mélységekben lehet találni alumínium oxid kristályt, bár nekem mégis sikerült, ugyanis nekem már 900 méteres merülési lehetőségem volt, mielőtt bemehettem volna a nagy zátonyhoz, úgyhogy valószínűleg azért magasabban is lehet találni. Nem tudom. Majd mindjárt kiderül. A hátránya viszont az annak, hogy mélyen megyek, hogy nem látom az aurórát, és nem tudom magam irányon tartani. Lehet, hogy létre kellett volna hoznom egy iránytűt. Később bánat, majd legközelebb, hogyha nem felejtem el. Ahhoz csak magnetite kell, ahhoz, avval pedig rendelkezünk. Az alumínium oxid kristály, na úgy látszik helyben vagyunk, nagyon hasonlít a kvarchoz, csak kisebb és fehérebb. Ez itt a gomba erdő. Nem itt volt a kristályzat, ha jól emlékszem. Majd meglátjuk. Egyelőre merüljünk. Amíg csak lehet. Na ezeknek a rájáknak a tojását akarom megszerezni, mert tök jól néznek ki. És szeretnék, hogy kettőt legalább az akváriumba. Ugye elvileg azt is nézhetnénk. De most fontosabb a kristály. Viszont ha ennyire mélyen vagyok, akkor lehet, hogy ütközni fogok a gombákkal, azt pedig nem szeretném. Igaz, beszereltük a keményítést a... Ó, ott egy tojás. Na, akkor azért most már kiúszunk, ha így megláttam. Ja igen, az mi volt? A lítium, az nem kell már. Vagy még. Egyelőre elegendő van a bázisunkon. És itt vannak a tengercápák, a Sea Dragon, ahogy jobban tetszik. Ők is támadó jelleggel lépnek föl ellenünk, de a Seamathban nagy kárt nem tehetnek. Csak kellemetlen lesz velük együtt a sarkunkba keresgélni a kristályainkat. Nem jó felé megyek, ouch! Én azt mondom, mi... na, ott egy másik lény. Ez is most került a játékba, az a neve, hogy Mesmerizer. Ami eléri azt, hogy felé bámuljunk egyfolytában, és ne tudjam róla elfordítani a kurzort, látjátok? Így. És így elkezdi csócsálni az arcunkat. Vele még nem találkoztam, tehát ő teljesen új a játékba. Nem is igazán akarom megkóstolni, ugyanis ugyanolyan pofája van, mint egy Predatornak, és már őket se szeretném egy sötét sikátorba meglátni. Egyelőre keressük tovább a kristályokat.
Azt mondom, minden mindegy, csak Reaper ellen találkozunk, mert ellene tényleg nem tudok mit csinálni. Lehagyni se tudom, kilőni se tudom, és elmenekülni se tudok előle. És nem tudom, miért szaggatok. Sötét van. Nagyon sötét van. Következő problémám pedig az, hogy nem hallom, hogyha a sarkamba liheg egy Reaper. Van egy speciális hangja, amit csak ő ad ki magából, viszont nem hallom, mert le van halkítva a játék, hogy halljatok valamit. Night time. Remek, és még ránk is este eldett. Franco. Rossz, akkor nem is jöhettünk volna ki. Ez nem tudom mi volt, de félek tőle. Itt egy csomó roncs. Meg egy csomó só. De amit én keresek, azt még nem látom. Azt hiszem ez itt a nagy zátony kezdete. Nettó szolgassál már, ha valaki cápa. Most nagyon-nagyon kiguvadnak a szemeim, de egyelőre ez az lenne? Nem, ez só francba. Én már kezdtem örülni, hogy nem kell mélyebbre mennem egyelőre. Itt látjátok, a mélységmérő már 272 métert mutat, azaz nem sokkal mehetek lejjebb. Ami azt jelenti, hogy ki kell szállnom itt, hogy leúszhassak a kristályokért. Ez egy igazán felemelő történet lesz, én már most látom. Hogy odaskera, visszaskera, és ennyiből fog állni a történet, már ha egyáltalán látok olyat, amire szükségem van. Egyelőre viszont nem, ezek itt mind kvarc kristályok, amire nincsen szükségem, vagyis hát szükségem van, de most nem ezért jöttem. És fölöslegesen nem szeretném kockáztatni a testi épségünket sem. Ott van. Ez az, amire szükségünk van. Nem, só, basszus. Termáplánt. Fölszedjük, de használni nem fogjuk. Ez igazából hőreaktor, amit akkor tudnánk normálisan hasznosítani, hogyha mélyebben lennénk. Mert ott vannak ilyen kis apró vulkánok, aminek a hőjét hasznosítva energiához juthatnánk. Egyszer kipróbáltam a felszínhez közel, de plusz 20 Celsiusnál lép működésbe, és odafent 17 van, tehát sokra nem megyünk vele. Mi ez a kis világító izé? Te mi vagy? Valami kis plankton. Szerű valami, nem tudom, felszedni nem engedi. Ez is új, nem találkoztam még vele a játékba. Ajaj. Egyelőre semmit nem látok. Meg is van a termáplánt. Hát, már itt vagyok, felszedem ezt is. Ő is elfogyott az oxigénem, úgyhogy visszaskerázunk. Eddig nem sok sikerrel jártunk. Vissza. Hát innen egy az egybe úgy nézett ki, mint egy alumínium oxid kristály, de nem az. Kellemetlen. És innen lejjebb nagyon nem tudok menni, ez a nagy problémám. Nem jó. Reaper, vissza, 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 rükverc, 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 el innen a picsába. Ó, jaj, mama. Szerintem megnövelték a számukat, ugyanis az előző végjátásomban egyszer találkoztam vele, most meg már eleved ötször. Úgyhogy, igen, menjünk inkább nem arra. Itt lett volna a remek alkalom, hogy kipróbáljam a Vortex torpedót rajta, de túl messze volt ahhoz, hogy pontos találatot vigyek be. Egy az, másrészt tudom jól, hogy nem fogja megölni. Legfeljebb felhívja rám a figyelmét. És most szaggatok, úgyhogy remélem nem azért szaggatok, mert én utánam. Oké. Hát, shit, ez így nem jött össze. Pedig úgy emlékeztem, ezen a területen nem kéne, hogy legyenek. Vagy most már mindegy, mi csak mélyen legyünk, és akkor már vannak is. De nagyon nem tudok örülni. Lassan betöltődő textúra. Imádom. Hát nem tudom mi legyen. Megpróbálhatjuk a másik irányba is, mert ott is van mélyebb terület, de így is úgy is mélyre kell menni. És ez a kis járgány még nem elég megfelelő ehhez.
kiúszni meg nem akarok, gondolom érthető okokból. Mert ez így egy kicsit túlságosan is veszélyes, és még mindig szaggatok, és nem tudom, hogy miért. Mondjuk ez a gombaerdő biom, ez ilyen. Hát néha betölti, néha nem tölti, néha gyorsan, néha lassan. Hát, alfa. Úgyhogy felrólni nem tudjuk neki. Viszont akkor mission failed, azaz nem sikerült összeszedni a kristályt. Próbálkozhatnék még arra fel, de a Reaperhez nincs kedvem közel menni. Ah. Ez mi? Ja, persze, csak egy kis törhető tudsz. Ah, nem számít. Elvette a kedvemet a dologtól, az a Reaper látogatás, és most le is koccoltam a barlangnak a tetejét. Én meg voltam győződve róla, hogy itt nem fog találkozni Reaperrel valamilyen okból kifolyólag, én így éreztem. De hát tévedtem. Viszont akkor a gőzöm sincs, hogy tegyek szert alumínium oxid kristályra. Wow! Ugyanis ahhoz mélyre kell merülni. Idefőtt biztos, hogy nem fog találni. Úgyhogy egyelőre átnevezem ezt a epizódot sima lútránra. Felszedjük, amit tudunk még hazafele, feltéve, ha nem szaggat a játék ennyire. Aztán visszatérünk. Ugyanis ez sikertelen volt. Az volt az egyetlen hely, ahol találtam alumínium oxid kristályt, és most nem tudtam bemenni oda. Kellemetlen felettébb. De ha már itt járunk, akkor összeszedünk némi ezüstöt. Ajaj. Egyfolytában azt pörgettem az agyamba, hogy vajon hol lehet még kristály. De nem tudok róla, hogy lenne máshol. Ez nem az a játék, ahol itt is, ott is szert tudok tenni erre, arra. Sajnos. Ez mi? Kőklopsz darab. Király. Nem tudom, hogy megvan-e, vagy nincs. Ouch, ez fájt. Ki vagy? Piranya. Ez még nem volt meg, ha jól láttam. De meg volt, de meg volt. Kaptam érte két titániumot. Csak egyetlen egy kristályra lenne szükség, és már is mélyebbre tudnék merülni. Meg tudnám csinálni a első fejlesztés, az már 500 méterig szólna. A második pedig már 900-ig. Úgyhogy most elkeseredettem nézegetem ezeket a kisebb hasadékokat, hát ha fellelhető bennük némi hú, ez nagyon mélyre visz. Hova visz ez? Wow. Wow. Okidoki. Na azt tudom, hogy ideben nincs Reaper. Viszont kristály van-e? Magnetite az van, tudom, mert innen szereztem az első végigjátszásomba a iránytűhöz. És viszont itt is van, aha, egy, kettő, neked felszedjük gyorsan. Gold, jöhet, semmi gond, egy. Itt is vannak veszélyes lények, de annyira nem vészes. Ezeket könnyebb kikerülni, mint a Reaper. Reaper rohadt gyors. Utoléri simán a Seamath-ot, úgyhogy nem próbálkozok vele. Lítium, oké, van itt minden, de van-e nekünk olyan kristályunk? Hoppá, itt az egyik ellenséges elem. Visszaúszunk. És most véletlenül betárasztam. Jézus Maris, mennyi nem? Harabdál, de nem tesz kárt. Dehogy nem tesz kárt, úristen, ez sebzi a Seamath-ot. What the fuck? Erről nem tudtam. Kérem vissza a pénzem. Kristályt viszont még mindig nem látok. Viszont szaggatok, mint a kötelező volna. Jön még ez a kukac utána? Nem, jó van, leszakadt. Nem tudtam, hogy ezt tudja sebezni. Azt a mindenit. Még jó, hogy felfejlesztettem. Lehet, hogy már szétrágta volna. Pedig úgy vélem, ez is elég mélyen van. De mégse.
Elvileg ide lent is található egy bázis, egy elhagyatott bázis, de nem találtam benne semmi érdemlegeset, ami miatt érdemes lett volna ide lejönni. De úgy véltem, ha már itt vagyunk, akkor megmutatom, hogy van ilyen bájom is a játékban. Az mi? Magnetite, nem kell. Francba. Reménykedtem, hogy találtam egy alternatív megoldást a kristályok ügyében, de... ez egy egy másik bukás. Na jó, azt a kukacot, azt hagyjuk a francok békén. Szerintem emelkedjünk vissza a felszínre. Hát ez elkeserítő. Ez elkeserítő. Itt volt a bejárat? Jól emlékszem, itt volt. Könnyű eltévedni ezekbe a kis lyukakba. Főleg, ha az embert ennyire lehúzza a tudat, hogy az előbb bebukott egy kísérletet. Valahogy nem emlékeztem ezt a bejáratot. Úgy gondoltam, hogy a zátony alatt van, ami mögé először építkeztem, de akkor ezek szerint itt is van egy lejárat. Hát ettől nekünk jobb nem lesz, de legalább most már ezt is tudjuk. Szétnézek még néhány ezüst ügyében. Ez micsoda? Ja, Seamoth fragment. Szedjük fel. Még egy. Ouch! Hagyj békén. Kösz. Titánium. Jó van, egymást ne öljétek már meg. Tudjátok, kéne szórakozni máshol. Au! Nekem ma nagyon nem kedvez ez a játék, úgy érzem. Ajajaj. Az ott mi? Modification Station. Már megvan. Hát idefent újat már nem fogunk találni, srácok. Tehát tényleg mélyebbre kell merülni, de azt nem tudom, hogy hogyan. Mert Seamoth nélkül nem megyek le. Az már biztos. Itt egy hiányzó textúra. Betöltött. Köszönjük. Hát akkor vegyük visszafelé az irányt. Nem akarom kamerán kívül megszerezni az alumínium oxid kristályt, mert csalásnak vélhetnétek. És hát a felfedezés is a túlélő játékok része, de nem akarom megkockáztatni, hogy beforduljunk. Ha lenne elég időm, hogy óvatosan megkerülgessem a Reapert és úgy menjek mélyebbre, akkor megtenném, de sajnos nincs. Ugyanis a YouTube nagyon nem szereti a hosszú videókat. Fél napba beletelik, még föltölti, főleg ebben az internet sebességgel. Na hát így jártunk. Egyszer úgy is megszerezzük, amire szükségünk van. Titánium. Hát akkor már túl közel vagyok a felszínhez, ha csak titániumot találok. Jaj, ezek a medúzák. Fúj. És ráadásul még stalker fogat se találok. Csak hogy teljes legyen a kudarc élmény. Pedig ezen a területen szoktak portyázni. Úgy látom, most még őket se látni, nemhogy a fogaikat. Hopp, na tessék, mert itt is van egy. Tesó, legalább egy foggal dobd meg. Nem így. Azt tudom, hol hagytam a járgányomat. Jó reaktor is megvolt már. Legám. Wow. Egy kis fagyás. Semmi érdemleges. Hát ez elkeserítő. Ez bizony elkeserítő. Úgy emlékeztem, mintha itt lennie kéne egy másik túlélő kis kapszulának. Lehet, hogy rossz helyen vagyok? A felszínhez közel is látnom kellett volna már legalább kettőt. Ezek ilyen kis megrongált túlélő kapszulák, olyan, mint az enyém volt. És nincs benne túlélő, se hulla, se semmi. Egyelőre, aztán ki tudja, hogy később miket fognak még belepakolni a fejlesztők. És tele van az inventory.
Hát jó, akkor forduljunk vissza. Epic failed. Meg is kerültem a bázisomat, nem is jó felé jöttem. Úristen! Vagy tényleg nem kellett volna úszóruhát húznom. Ennél már csak az lenne szörnyű, ha a bázisomban is tönkre ment volna ez idő alatt valami. Remélem, ez a veszély azért nem áll fent. Szuper. Na. Megszereljük a kis szímatot, mert elrákcsálták. Különböző nem kívánatos egyedei a társadalomnak. Így. Egyébként ezeket pakoltam bele, hogy mindig legyen nálam belőlük elég. És még medikitet se vittem magammal. Igazán felkészületlenül indultam el erre az útra. Na, lássuk, miből élünk. Betörjük, amink van. És elpakoljuk szépen a saját helyére. Hát legalább nyersanyagból szereztünk némi említendő mennyiséget. Ja, ez lítium, nem is lead. Ó. Ó. Magnetite. És egy kis ezüst. Meglepő módon most ezüstből állok jobban. Múltkor az arany ládikám volt már tele. Hát ennyit számít, ha az ember máshol veri fel a bázisát, ezek szerint. Közben ezt is elhanyagoltuk. El vagyunk kényelmesedve komolyan. Ó, jaj! Mi történt? Elsötétedett a bázisom. Ugye nem megint léket kaptam. Ez most komoly! Vagy mi ez? Jaj, nem, csak napfogyatkozás. Úristen! Már kezdtem tényleg azt hinni, hogy minden rossz megtörténik ma velem. Ugye csak napfogyatkozás. Nem. Tényleg léket kaptam. De hol? Komolyan! De legalább mutatná, hogy hol. Valószínűleg ide lent. Aha, megvan. Szuper, fantasztikus, remek. A hülye gazapodok miatt. Valamit kell csinálnom ezekkel a jószágokkal, mert nem igazán tűrik el, hogy én itt vagyok. Nincs itt a kis alattam. Mi a fene folyik itt? Nincsenek alattam. Ez egy szemű jószág van itt. De halott tűnj innen. Valamit nagyon őriznek itt. Leúszok, szétnézek. Ezt az egyszem tojást? Akkor szedjük fel. Itt meg van egy szikla, de a mögött nincsen semmi, azt már tudom. Valamiért szeretik ezt a kis árkot itt. Menj innen, bamba! Na jó. Hát, ennyit az első rész sikerességéről. Ez most vajon nem akart összejönni nekünk máma. Ezeket a tojásokat behaigáljuk ide. Minden foglalják a helyet. Remélem semmi halálos nem kell ki majd belőle. Egyébként egyre szebb a halgyűjteményünk. És itt a kis stalker! Ez aranyos! Nem dobja el a fogait? Ez igazán jó lenne, ha tudnék farmolni fogakat csak így a saját akváriumomba. Eszembe se jutott, hogy ez a lehetőség fönnáll, de most, hogy így... Megláttam kikelni. Ez is lehetséges. Pick up stalker, föl tudom szedni. Ez igen.
Ez jó. Na jó van. Hát akkor legyen ennyi elég a mai részre. Sajnos nem sikerült elérni, amit akartunk, de hát ilyen is előfordulhat. A következő részben megpróbáljuk ezúttal majd a másik irányba. Ugyanis ott is van az a sziget, amin voltunk, ahonnan a gyémántokat hoztuk, aminek van alja és nem csak lebeg így a vízben. Meglátjuk, hogy ott mennyi sikerre járunk. Hát remélhetően legalább egy-két kristályt össze fogunk tudni szedni. Bár ott is vannak creeperek, de talán azokat jobban ki tudjuk manőverezni, úgy, hogyha van olyan hely, ahol el tudunk előlük menekülni. Ugyanis tudom, hogy a sziget alatt van egy barlang, amit még nem néztem meg belülről. Remélem, hogy nem az a reapereknek a hazája. Úgyhogy meg legközelebb azt nézzük meg. Remélem, akkor is velem tartotok, addig is kitartást, sziasztok!